Jöjjön tehát a bunyó. Megint Krista kezd jobban, de most harcosabb Saragusan. Talán érzi, most ha mindent fel kell tenni egy lapra. Nagyon koncentrál egyébként most, hogy minél eredményesebb támadást el tudjon indítani az amerikai. Kriszti kibokszolja egyelőre. Azért figyelmeztetni kell ám Szalagúcent, hogy figyelni, de a bunyóra jobban, ha szabálytalankodjon, normálisan üssön. Most azonban eléri Krisztit, de csak a ballal. Jó volt a jobb felütés. Jól dolgozik Beniszki továbbra is. Nincs gond. Egyébként az lesz majd az érdekes, hogy innen hova tovább, ugye? Beniszki Krisztina gyakorlatilag mindenkit fogadott már Magyarországon, aki csak elfogadta a meghívást, és hát amikor el kellett utazni, akkor volt csak vereség az utóbbi időben. Talán Holly Dunaway-t kellene valahogyan újra Magyarországra csábítani. Volt arról szó, hogy megadja a visszavágási lehetőséget Krisztinek. Nem tudom, hogy mi a helyzet ezzel az ügyel. Okunk azonban nem lehet panaszra, mert ez a fiatal teremtés bizony mindenkit meghívott, és le is győzött itt van Magyarországon, aki csak lehetett ugye az említett Dunaway-en kívül. És úgy néz ki a hetedik menet után, látva ezt a meccset, hogy ezúttal folytatja ezt a jó szokását Beniszki Krisztina. Stephanie Dobbs-szal is többször mérkőzött Goodson, meg sok más ellenfelével is. Ugye a női boxban ez nem ritka, hiszen kevés női ökölvívó. És hát többször megmérkőznek egymás ellen az adott versenyzők. Volt, hogy nyert, volt, hogy döntetlen lett a vége Goodsonnak Dobbs ellen. Aki egyébként véleményem szerint mára-mára azért egy acélosabb ökölvívóvá vált, mint Sally Goodson. Hát akkor még legyőzte Dobbs-ot, amikor ezek a mérkőzések voltak. Most is egyébként egy ilyen dupla találkozó után vállalta a meccset Krisztián, mert Nicky Welbecket győzte egymás után kétszer. Saragusan, igaz? Több mint egy év volt két találkozó között. A bal felütések rendre beférnek. Most a bal is jó lett volna, de örülünk inkább, hogy jobb egyenesnek, hogy sikerült. Goodson ott vár, hogy mikor lehetne találni, mikor lehetne ütést indítani, de hát nem igazán sikerül neki, de most befér a bal kéz. Amikor szólok, lépjetek hátra, ez volt az üzenete a vezetőbírónak. Jó volt Goodsonnak végre a hátsó keze is. Nagyon kellene figyelni az ütőtávra egyébként az amerikainak, mert a jó helyről támad jobb kézzel, hátsó kézzel, akkor bizony el tudja találni a magyar lányt. Persze teszem zárójelbe rögtön hozzá, azért nem bánom, hogy nem találja ezt az ütőtávot. Kriszti jól oldja meg ezt a menetet, és annak ellenére, hogy Saragusának messze ez volt a legsikeresebb felvonása, így van.
Érdekes módon ezután a menet után annyira nem ér jó. És az utolsó előtti menet elkezdődik. Nagyon sima idáig a mérkőzés, de hát ugye az örök szabály az, hogy profilkörülvásról beszélvén soha nem lehet inni a medve bőrül előre, mindig elcsattanhat a nagy pofon, még a hölgyeknél is kis súlyban is vannak idő előtti győzelmek, hogyha itt is lehet káosztatni a másikat. Utcának egyébként a hátsó kezei veszélyesek, úgyhogy arra mindenképpen figyelni kell. Nem mondom azt, hogy nincsen izgalom ebben a meccsben, de hát nagyon egyoldalú magyar részről, hála az Istennek. Mehet tovább. Jön akar Szeneg utcán, le a kalappal előtte. Talán az előző menetben is ebben jobban akar, abban látszik, hogy mindent elkövet, hogy megfogja valahogy a találkozót. Egy nagy ütésre vár rá most már, lehet látni a mozdulatain. Szeretné jobb kézzel úgy Isten igazából megdurantani Belinszky Kriszti fejét, de nem fog menni, nem fog menni, nem mehet. Nekünk kell megnyerni ezt a meccset. Szép! És mit találunk jobb kézzel? Jó volt a bal jobb egyenes. Aztán a bal jobb felütés. De jó, hogy variálja a jobb közösítését Kriszti az egész meccs folyamán. Sokkal több a találata, így véleményem szerint, mint hogyha csak fejet támadna. Bal egyenes utáni jobb kézzel. Megint jó! Egyetlen egy menet van hátra, és Belinszky Krisztina hatodszorra is megszerzi a világbajnoki címet. Egyetlen egy meccs, egyetlen egy menet, bocsánat.